egyforma díjat szabtuk meg, óránként 40 euró lesz kiadva, függetlenül attól, hogy most hétvégén vagy hétköznapi edzésről vagy meccsről lenne szó. Ez az összeg a Városi Sportcsarnok új 2023 elejétől érvényes megemelt bérleti díja. A sportcsarnok működtetése eleve nem nyereséges, a bérleti díjakból származó bevételt a városi önkormányzat szokta kiegészíteni, az energiaválság azonban új helyzetet teremtett. A gáznak ára 9-szeresen növekedett a tavalyhoz képest. A villanyhó függvényével cirka március végével, április eleje fog tudni nyilatkozni, a vizet ma tudjuk cirka duplára fogjuk kapni. Tény is valahogy számítunk kb. 6-7-szeres kiadásával kapcsolatban, szóval tényleg óriási nagy kiadáshoz számítunk. A Vámbéri Ármin alapiskolának 2 tornaterme is van, amelyeket esténként sporttevékenységre lehet bérbe venni. Itt is emelés történt, az óradíja duplájára 20 euróra emelkedett, a tornaterem ennek ellenére továbbra is szinte maximális mértékben ki van használva. Elég drasztikus árváltozásokat kaptunk energiaterületén, ami főként a gázat érinti. Ez 7,4-szeres emelkedés havi szinten, természetesen éves szinten is, és még ennek ellenére is évvégén eléggé nagy különbözetet kellett még megfizetni a gáz területén. Ez vonta magával azt is, hogy városi rendeletnek köszönhetően emelkedtek az árak a tornaterem béleteiknél is, és a béletesek 90%-a ezt el is fogadta, és így haladt tovább, úgyhogy emelt áraknál is igény van a tornatermeink béletére. Rossz nézni üres uszodát, akkor, amikor a lakosságnak volna rá jogos igénye. Ezt már Szabó László, a Szent István téri közösigazgatású iskola igazgatója mondja. Adott egy teljesen felújított uszoda szigeteléssel, új nyilászárókkal, modern légtechnikával és megújult szaunával. A koronavírus járvány után azonban jelenleg az energiaválság miatt nincs nyitva. A megemelkedett energiaárak mellett sajnos a téli hónapokban uszodát nem tudjuk működtetni. A gázára idén 360%-kal ment fel, a villanyáron pedig 270%-kal. Tehát ilyen árak mellett az úszodát téli hónapokban nem szabad működtetni. Tavasszal tervezzük megnyitni a úszodát a diákok számára, középiskolások, alapiskolások számára, ezen ugyanúgy a nyilvánosság számára is. Körülbelül március végén, amikor időjárás megengedi, felfűtjük az úszodát, és kinyitjuk a nyilvánosságnak is. Az intézmények aggódva figyelik a helyzet alakulását, és bíznak a javulásban. Ami elgondolkodtató, hogy az energiahordozók világpiaci ára sok esetben nem indokolja a gáz, a villany és a víz árát.